köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, és szeretettel üdvözlöm a Hun Televízió nézőit Sorsunk Alakítói című műsorban. Második alkalommal beszélgetek, illetve hagyom beszélni Szalai Róbert barátomat, és felolvasnám a ő bemutatását azért, mert így pontosabb. Ő a még élő kevés katona egyike, aki november 4-e után is fegyverrel vett részt a 56-os forradalomban. Október 23-án este felkelők élén elfoglalta Kilián laktanyát, ami később a forradalom egyik fellegvára lett. November 8-án, mint a budakeszi nemzetőrség parancsnoka fejezte be a tevékenységét. Ezért a forradalom leverése után, mint az ellenforradalmárokkal együttműködő megbízhatatlan tisztet leszerelték. Később a katonai bíróság egy koncepciós per kapcsán 4 évi börtönre ítélte. A rendszerváltás után rehabilitálták, előléptették és a hadtörténeti intézetbe helyezték. Itt kezdte kutatni 1956 igaz történetét. Kutatásai eredményét 2000-ben tette közzé, ami a Történelem könyvekből kimaradt című könyvében. Ezt követően a posztkommunisták és liberális történelemhamisítók hihetetlen napjainkig tartó támadást kezdtek ellene, hogy elhallgattassák. Ez teljes kudarcot vallott, mert az emigráció segítségével könyve eddig 4 kiadást ért meg, és útban van az 5. is. Szalai Róbert barátunk felajánlotta, hogy az előadás szünetében és az előadás után szívesen válaszol minden feltett kérdésre. Hát az előbb már, illetve a korábbiakban már beszélgettünk, és én tulajdonképpen már feltettem a kérdéseimet, úgyhogy itt most arra szeretnék kérni, hogy tartsd meg az előadásodat. Nagyon szépen köszönöm, és röviden utalok az előző beszélgetésünkre. Nem akarok ismétlésre bocsájtkozni, de azt el kell, hogy mondjam, hogy 23 éve intenzíven kutatom az 1956-os forradalomnak a történetét, a forradalom elárulásának, bukásának és a megtorlásoknak a történetét. Nincs olyan levéltári, könyvtári, irattári anyag, amit én az elmúlt 23 évben át ne tanulmányoztam volna, és nem csak én, hanem az emigrációval, a nemzeti emigrációval nagyon jó kapcsolatom van. És a kinti barátaim az ottani könyvtárakat, levéltárakat is fölkutatták, és minden 56-os anyagot, amihez hozzájutottak, újságcikkekhez, dokumentumokhoz, azokat továbbították nekem, és mindent beledolgoztam én abba a könyvbe, amit már említettél, amit most be is mutatok itt, ami a történelem könyveiből kimaradt, vagy a forradalomnak az igaz története. Tudnélik, és a mai előadásomnak és a mai beszélgetésünknek a fő gerince az lesz, hogy a forradalmak a történetét szemtelen és pimasz módon hamisítják. Különösen az elmúlt 23 évben. Tudnélik, amikor az úgynevezett rendszerváltás megindult 1988-89-ben és 90-ben, ugye kicsúcsosodott, akkor a fő hangadók az úgynevezett reformkommunisták voltak, akik 56-ban is Nagy Imre körül tömörültek, ezek közül 5-öt kivégeztek a kommunisták egymás közti marakodása kapcsán, de a megmaradt reformkommunisták azok 88-89-ben vérszemet kaptak, és úgy érezték, hogy eljött az ő idejük, és most ők megvalósíthatják azt a 56-os Nagy Imre programot, amit annak idején a szovjetek vérbe tibortak.
Így aztán a fő hangadók ezek a reformkommunisták voltak, akik Soros alapítványnak a pénzén létrehozták előbb a Történelmi Igazságtétel Bizottságot, majd az 56-os Kutatóintézetet, és ott úgy írták meg a történelmet, ahogy azt az ő szájüzek szerint jónak találták. Amikor előadásokat tartok a forradalom leverésével és elárulásával kapcsolatban, és főleg a történelem meghamisításával kapcsolatban, akkor mindig két ókori bölcset szoktam idézni. Az egyik a római Tacitus volt, biztos hallotta, történetíró, aki sok-sok okos gondolat között azt mondta, hogy jaj annak a nemzetnek, amelynek történelmét ellenségei írják. Ez vonatkozik a forradalomra is, hogy jaj annak a forradalomnak, és az a forradalom igaz történetének, amely történetét ellenségei írják. És az 56-os forradalomnak a kommunisták voltak a legnagyobb ellenségei, és napjainkban ezek a kommunisták írják a forradalomnak a történetét. Hát ez az egyik. A másik Hérodotosz, a történetírás atya, aki pedig azt mondta, hogy a féligazság nem az igazság fele, hanem hazugság. És ez mindig egy 56-os példával szoktam kézzelfoghatóvá tenni, amit most neked is elmondok. Elmondok öt igazságot, amit cáfolhatatlan igazság is tény. A Kilián volt a forradalomnak az egyik központja. Maléter volt a Kiliánnak a parancsnoka. Kinevezték honvédelmi miniszternek, elment tárgyalni Tökörre, ahol letartóztatták, és másfél év múlva öt társával együtt kivégezték. Öt cáfolhatatlan igazság. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy Maléter egy nemzeti érzésű honvédelmi miniszter volt, akit Batthyányhoz hasonlóan kivégeztek. Nézzük meg, hogy mi az igazságnak a másik fele, amit elhallgattak. Kilián volt a forradalom egyik központja. Ez a csali. Mert ha ez igaz, akkor igaz a többi négy állítás is. Maléter volt a Kiliánnak a parancsnoka. Hát ez már egy csúsztatás. Tudnék, az előbb elmondtam, amit most elismétlek, hogy a 50-es években azokat a fiatalokat, akik megbízhatatlan szülők gyerekei voltak, azokat nem katonának, hanem munkaszolgálatra hívták be. Az országban 21 ilyen munkaszolgálatos zászlaj volt, ezeket összevonták egy kisegítő műszaki dandárba. Ennek a dandárnak volt a parancsnoka Maléter Pál, a parancsnokság fönn volt a várban az Úri utcában. 21 ilyen építős zászlóaj volt az ország különböző pontjain, ezek közül volt egy a Kiliánba elhelyezve. Ennek a parancsnoka egy Csiba Lajos nevezű százados volt. Amikor a felkelők október 23-án a vezetésemmel, azt már előbb elmondtam, dicsekvés nélkül, de büszke vagyok rá, elfoglaltuk a Kilián laktanyát, és másnap onnan kezdtük az első lövéseket lelőni a benyomuló szovjetekre, ez adta meg alapját a Kilián világhírnevének, amit aztán néhány nap múlva a kommunisták ügyesen a Maléter nevével mostak össze. Tehát Maléter csak azért ment ki a Kiliánba október 25-én, tehát két nappal később, hogy az visszafoglalja a felkelőktől. És miután ez sikerült neki, ettől kedve csak a felkelőket lőtték és lövették a Maléter emberei. Tehát így volt a Kilián parancsnoka. Kinevezték honvédelmi miniszternek. Igen. Amikor úgy nézett ki, hogy győzött a forradalom, és ez megint egy nagyon súnyi húzás volt, ami az előadásomban rá fogok térni, mert a forradalom nem győzött, hanem mikor látták azt, hogy a forradalom előretörését és kibontakozását nem bírják fegyveresen megakadályozni október 26-án, 27-én, akkor valahogy meg kell állítani a fegyveres harcokat, és ekkor az oroszokkal megegyezve mondta ki Nagy Imre, hogy győzött a forradalom. Nem folyhat több magyar vér, ugye? Mindenki hazamegy nyugodtan, majd a párt mindent rendbe tesz, eltörlik a norma rendszert, a TSZ, mindent ígértek, fűt, fát, oroszok kivonulását, ávó feloszlatását, minden, csak hogy a fegyveres harcok abban maradjanak. És ott volt a Kiliánba, aki akkor már világhírnévre tett szert, ott volt ez a kommunista ezredes.
Hát nosza, mossuk össze a Kilian nevét a kommunista ezredessel, és már is ugye bizonyítva van, hogy ezt a reformkommunisták csinálták, nevezzük ki honvédelmi miniszternek, így lett honvédelmi miniszter a Mariter Pán. Ezt hitelesítetted be. Mint honvédelmi miniszter egyetlen egy parancsot nem adott ki a szovjetek elleni harcra. Pongrácz Gergellyel nagyon sokat beszélgettem, nagyon testi-lelki jó barátom volt egész haláláig. Elmondta, hogy amikor azt mondta Maléternek, hogy miért viseli a szovjet kitüntetéseit, akkor Maléter büszke mondta, hogy ő azt a második világháborúban, mint partizán kapta a szovjetektől, mert együtt harcolt velük a fasizmus ellen, mondta ő. A fasizmus volt azok a német és magyar katonák, akik harcoltak az előre nyomó bolsevik hordák ellen. Tehát büszke volt rá. És egyetlen egy parancsot nem adott ki. November 3-án elment tárgyalni a szovjetekhez Tökölre. Az egész hadtörténelemben, a világ hadtörténetében nincs meg példa arra, hogy a hadsereg három legfőbb vezetője, a honvédelmi miniszter, a vezérkari főnök és a hadműveleti csoport főnöke elmegy az ugrásra kész ellenség táborába tárgyalni. Ezek a katonák, ezek tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy az elmúlt 3-4 napban a szovjetek az egész országot megszállták. Az előadásomban erre részletesen fogok térni. Tehát ő azért ment el Tökölre, ez a három kommunista katona és egy kommunista civil, az erdei, hogy megmondják a szovjeteknek, hogy ők már a hadsereget lefegyverezték, ellenállásra nincs lehetőség, de a biztonság kedvéért mégiscsak, hát megmondjuk, hogy hol vannak nagyobb forradalmi, ellenforradalmi gózpontok, hol lehet ellenállásra számítani, ezeket szépen berajzolták a szovjet térképeken, tehát ezért mentek el oda. Tehát a forradalmat, és még a saját kormányukat is pimasz módon elárulták. Itt jegyzem meg azt, amit majd még egyszer el fogok ismételni az adásom végén, hogy a Genfi Egyezmény kimondja azt, hogy ha egy katonát, pláne ha tisztet vagy tábornokot elfognak, akkor annak a nevén és a rangján kívül semmit nem szabad, nem köteles elmondani. Megmondta, hogy Maléter Pál vezérőrnagy, vagy nem tudom, Szűcs Miklós ezredes. Kész. Többet semmit. Ezzel szemben mind a három katona pimasz, pofátlan módon elárulta a forradalmat, hogy arra részletesen rá fogok térni dokumentumokkal megmutatva. És végül kivégezték, négy társával együtt, másfél év múlva. Igen, kivégezték, de nem a forradalom miatt, mert a forradalomhoz égvilágos semmi közük nem volt, csak annyi közük volt a forradalomhoz, hogy a ortodox kommunistáknak, a Kádárféle bandának nagyon jól jött, hogy ezeknek a kommunista vetétársaknak, ezeknek a reformkommunistáknak a likvidálását összevonhatták a forradalommal. Rájuk fogva, hogy ezek voltak az ellenforradalomnak a vezetői szervezői. Holott semmi, ők pontosan a forradalomnak az árulói voltak. Ezt fogom bebizonyítani az előadásomon. És akkor, ha itt tartunk, akkor elkezdem a lényeget. Amikor 56. október 23-án kirobbant az úgynevezett ellenforradalom, akkor Nagy Imre az első útja a pártközpontba, amikor a parlamentnél kifütyülték, ugye az első útja a pártközpontba vezetett, és ott a régi elvtársakkal együtt megbeszélték, hogy a szovjeteket be kell hívni, mert az ávóra és az egyéb fegyveres erőkre nem számíthatnak, mert ha egy katonát kiengednek a laktanyából, az a forradalmárok mellé fog állni. Tehát a hadserege nem számíthatta. Az ávó volt a legfőbb bázisuk, felfegyverezték a partizánokat, a nem létező, ugye az antifasiszta ellenállókat, és behívták a szovjeteket. De hát 4-5 nap alatt nyilvánvaló volt, hogy ez a fegyveres erő, ez kevés a forradalomnak a leverésére, mert pillanatok alatt az egész ország beletelt, a kártyavárként ömlött össze ez a bolsevista hatalom. Egyszer. És rájöttek arra, hogy ezt mindenképpen meg kell valahogy állítani. És akkor már itt volt két szovjet vezető, a Mikoyan és a Szuszlov, ezek összeültek, és azt mondták, hogy hát nincs más megoldás, mint el kell ismerni a forradalomnak a győzelmét. És akkor megszűnnek a fegyveres harcok. És akkor hirdette ki Nagy Imre, hogy győzött a forradalom, a szovjetek ki fognak vonulni, megszűnik a normarendszer, és
meg a TSZ-eket felszámolják, és mindent megígért az utazásról kezdve, ami csak elképzelhető. A több pártrendszert, a szabad választásokat, ami nagyon szép és hangzatos jelszó volt, amit nagyon sok forradalma el is hitt. Mondták, hogy nem forhaj több magyar vér, véletlenül sem lőjön senki, nehogy a provokáljuk a szovjeteket. És így aztán valóban 27-én elültek a forradalmi harcok. A nemzetöröknek egyik része hazament, az idősebbek, akiknek úgy gondolták, hogy a győzött a forradalom, akkor már nincs szükség. És akkor kimondták azt ezzel együtt, hogy megalakul a nemzetőrség, és a nemzetőrségnek a honvédség és a rendőrség és a fegyveres felkelők közös szervezeteként fognak a rendre, a forradalomnak a vívmányaira vigyázni. Tehát a honvédség, a rendőrség és a fegyveres forradalmárok közös szervezete lesz a nemzetőrség. Hát ez volt a forradalom elásának az egyik pont, az első és legfontosabb pontja. Tudnilik, állt még a 100 000 fős hadsereg, igaz, hogy laktanyájukba bezárkózva, ha valamelyik fegyveres csoport fegyvert akart kérni, akkor sortűz fogadta őket, tehát a tisztek nem engedték a katonákat a laktanyákból, tehát megvolt még a 100 000 fős hadsereg. Megvolt a 60 000 fős rendőrség. Igaz, kicsit szétzűlesztve, sokan átadták a fegyvereiket a felkelőknek, sok vidéki őrsöt elfoglaltak a felkelők, de mégiscsak megvolt a 60 000 fős rendőrség, és körülbelül 10 000 fegyveres volt, akik közül 2-3 000 idősebb, aki hazament, és kimondták azt, hogy a 18 éven aluliak, ugyanakkor nem katonak, mert 18 év volt a katonaköteles kor, tehát aki még nem töltötte be a 18. évét, annak nem lehet a fegyver a kezébe, de hát az jelentkezhet tisztiskolára, katonai középiskolára, és majd belőle lesznek a hadseregnek a tisztjei. Tehát 18 éves, pedig hát kik voltak a igazi pesti srácok? Azok a 14, 15, 16, 18 éves kölykök, akik nem is ismerték föl annak a veszélyét, hogy egy tankot ki lehet füstölni, és hogy micsoda fantasztikus veszélyt jelent az emberekre nézve. Hát ezektől az igazi pesti srácok akartak megszabadulni. Szerencsére nem mindegyiknek sikerült, körülbelül 4-5 000 fegyveres maradt fegyverbe. Tehát a nemzetőrségnek képzeletbeli századot képzelj el, ahol van körülbelül 100 katona, 60 rendőr, és van benne 5-6 fegyveres felkelő. A parancsnok nyilván egy katonatiszt, vagy egy rendőrtiszt lesz, ugye? Tehát az volt a cél, hogy az 5-6 000 fegyveres fölhiguljon a 160 000 bolsevik irányítás alatt álló többi fegyveres között. Mert amikor volt a nemzetőrség megalakulása a Kilján laktanyába, akkor arra mind jól képzett, szovjetomban végzett, szovjet akadiákon kiképzett tábornokok mentek el. A rendőrség közül a Kopácsi ment el, mint a Budapest főparancsnoka, főkapitánya. Kopácsinál keményebb bolsevikot nem lehet elképzelni. Nem tudom, hogy ismered az életrajzát, röviden el kell, hogy mondjam, hogy 16 évesen már a kommunistákkal együtt Miskolcon otthon valamit csináltak a nyilasok ellen, tehát megbízható volt. Amikor bejöttek az oroszok, akkor egyből az orosan alakuló rendőrségnek a tagja, később ugye előléptették, fölküldték Pestre pártiskolára, 30 éves korára ezredes volt, a budapesti főkapitányságnak a vezetője és országgyűlési képviselő. A felesége Ávos főhadnagy. Máskülönben nem volt római katolikus a felesége, ezért nem engedték a háború előtt összeházasodni őket. Tehát ez volt a rendőrség részéről. A forradalmok részéről pedig egyszerű melósrácok, mint Pongrácz Gergely, a Lassan Gyuri, és a többiek, akik ott vívták ki a többi felkelők előtt a tekintélyt, mert a legbátrabbak, a legodadóbb harcosok voltak. Tehát a forradalomnak az első elárulásának az első pontja volt a nemzetőrség megalakítása. Ami nagyon szépen hangzik, de gyakorlatilag árulás volt. Ebben az időben az volt a szokás, 2 éves volt a katonaidő, ugye az másodéves katonákat leszerelték, és behívták az újoncokat. Tehát a másodévesek voltak a jó kiképzett katonák, akik az első éveseket megtanították a fegyver viselésre, a fegyver használatára.
Kimondták azt, hogy a másodéves katonákat le kell szerelni. Hát melyik katona nem örül, amikor, hogyha az lehet, pláne abba a kommunista hadseregbe. Tehát a hadsereget, a 100 000 fős hadsereget egyből megfosztották a legjobban kiképzett 40 000 másodéves katonától. Maradt a 20 000 hivatásos katona és a 40 000 újonc. Tehát ez volt a forradalom elállásának a második és súlyos pontja. Ebben az időben az volt a szokás, hogy minden egyetemen és főiskolán volt katonai tanszék. Ezen katonai tanszékeken ugyanúgy kellett szigorlatozni, kolokválni, mint minden más tantárgyakból, és a minden év végén egy évre behívták ezeket az egyetemistákat gyakorlati szolgálatra, és az ötödik év végén behívták őket egy 5 hónapos tartalékos tiszti tanfolyamra, akik aztán hadnagyi, vagy zászlós, vagy alhadnagyi rendfokozattal mentek a civil életbe, hogy mozgósítás esetén, mint szakadva szállatparancsnokok majd be legyenek hívva. Tehát október 23-a után több ezer ilyen utolsó éves egyetemista tisztjelölt volt a hadseregben. Az árulásnak a harmadik pontja az volt, hogy kimondták, hogy ezeket az egyetemistákat le kell szerelni, haza kell küldeni. Tehát a hadseregnek azt a forradalmi élesztő magját, aki az eszme irányítást adhatta volna, aki kapcsolatban voltak az egyetemista barátaikkal, akik lényegében az egész reformmozgalmat elindították annak ide az egyetemeken. Ezeket egyszerűen hazaküldték és leszerelték. Megfosztva ezzel a hadsereget, ettől a fantasztikus eszme irányítástól. Engedj meg itt egy kis kitérőt, most olvasom sokadik könyvemet a katnyi tömeggyilkosságról. Hát nem véletlen, hogy a bolsevikok a lengyel hadseregnek ezt a 15 000 tartalékos tisztjét végezték ki elsősorban, mert ezek voltak az élesztői, az eszme irányítói az hadseregnek. Hát ezektől fosztották meg. Ez volt a forradalom elállásának a harmadik pontja. És most jön a következő, ami szinte elképzelhetetlen. El kell, hogy mondjam, hogy ekkor már a szovjet hadsereg az egész országot gyakorlatilag megszállta. Tudnék, október 30-án, amikor kimondta Nagy Imre, hogy győzött a forradalom, akkor Moszkvába is összeültek az elvtársak a Kremlbe, hogy most mi legyen. Ja. És hát ugye a Mikoján meg a Szuszlovnak a javaslatára papíron elismertek a forradalomnak a győzelmét. Hogy majd jó, akkor majd tárgyalunk egyenrangú félként, stb. De ugyanakkor behívták Zsukov tábornokot, és azt mondták, hogy mennyi idő alatt tud összevonni annyi csapatot, hogy gyorsan le tudják verni a magyarországi forradalmat? Zsukov azt mondta, hogy 3 nap. Jó, akkor tegye meg az előkészületeket és várja a további parancsot. És Zsukov október 26-a és október 30-a között 19 páncélos és gépesses hadosztályt vont össze Magyarország határán. És várt, hogy mi lesz. És amikor 30-án nyilvánvalóan vált, hogy a forradalom tovább gyűrűzik, akkor volt a pártház ostroma, és mindenki leverték a vörös csillagokat, és látszott, hogy a forradalmat nem tudták megfogni a Nagy Imréjék, akkor adják az oroszokat támadási parancsot. És 31-én megindultak a csapatok Magyarország megszállására. Ezt a honvédelmi minisztériumban tudták, mert a magyar légierőgépei azok jelentették, hogy hol jönnek szovjet páncélosékek, hol vernek ponton hidat a Tiszán, hogy merre nyomulnak előre. November 2-án már nem tudtak jelenteni, mert addig a repülőtereket már megszállták. Először a reptereket szállták meg az oroszok. Ugye? De a telefonokon, meg a MÁV vonalakon továbbra is jöttek a jelentések, tehát november 3-án a Honvédelmi Minisztérium tökéletesen tisztában volt azzal, hogy az egész ország meg van szállva, és csak napok vagy órák kérdése az, hogy a végső roham meginduljon. És ekkor adták ki a következő parancsot. Tudnék, amikor kimondta Nagy Imre, hogy győzött a forradalom, akkor megindult a hadseregbe egy jobbra tolódás. Megalakultak spontán forradalmi tanácsok, akkor volt, hogy a Mindszerentét kiszabadították, ugye, és fölhozták Diadalmenetbe Budapestre. Voltak olyan tűzérő egységek, hogy kivonultak a hidak mellé utak kereszteződéséhez, beásták az lövegeket, hogy majd, ha kell, akkor harcba szállnak a szovjetekkel. Tehát jó, látták azt, hogy itt egy nagy jobbra tolódás indult meg a hadseregbe.
Ezért kimondták azt, hogy létre kell hozni mindenhol a katonai forradalmi tanácsokat. Ennek egyetlen egy célja volt, hogy most parancsra minden egységnél hozzák létre a forradalmi tanácsot, ezáltal a spontán alakult igazi forradalmárok tanácsai hát feleslegesé váltak, és kiment a titkos parancs, hogy ezekben a forradalmi tanácsokban megbízható kommunistákat és megbízható párton kívüleket kell beválasztani. Tehát gyakorlatilag ez a pont, hogy létrehozzuk a forradalmi katonai tanácsokat, kifelé jól hangzik, amire most hivatkoznak a reformkommunisták, gyakorlatilag aljas árulás volt, egyetlen célja, hogy a spontán forradalmi katonai tanácsokat lehetetlenné tegye. És most jön a legaljasabb parancs, kiadták, hogy nehogy véletlenül provokál félreértés legyen a szovjetekkel. A tüzelősökben lévő ágyukat be kell vonni a laktanyákba. És hogy véletlenül se provokálják a szovjeteket, az ágyukból ki kell szerelni az ütőszeget. Képzeld el, körülbelül 3000 ágyú volt a magyar hadsereg, olyan, ami alkalmas páncélosok elleni harcra, légvédelmi lövegek, harckocsik, tábori lövegek, páncélt, szóval körülbelül 3000. Aknavetőkről nem beszélek, mert az tankok ellen nem jó, de a gyalogsági egységeket, azokat lehet zavarni aknavetővel is. Tehát kiadták a parancsot az ütőszegek kiszerelésére. Így a 3000 ágyú egy pillanat alatt ócskavassá változott. Itt megjegyzem azt, hogy nem ment el mindenhova ez a hazáruló parancs, nem ment el mindenhova, és amikor november 4-én megindult a szovjet támadás, akkor 21 löveg, tehát a 3000-ből 21 ágyú volt az, amely fölvette a harcot a szovjetek ellen. És most kapaszkodjál meg, ez a 21 löveg 16 ellenséges egységet semmisített meg. 8 tankot, 2 páncélautót, 2 katyúsát, sorozatvetőt, egy lőszerszállító tehergépkocsit, egy személygépkocsit és egy repülőgépet. Tehát a 21 ágyú 16 ellenséges egységet. Képzeld el, hogyha mind a 3000 ágyú tűzőállásból harcra készen veszi föl, micsoda első csapást tudtunk volna mérni. Ezek Csepelen voltak. Az légvédelmi ágyú az Csepelen volt. Repülőt, amit lehetett. Igen, hát az a Csepeli repülő volt, igen. Tehát ez ennél nagyobb árulást én nem is tudok elképzelni. És a következő, az pedig hát szinte nevetséges. Az egész országot megszállták a szovjetek, és kiment a minisztériumból a parancs, hogy a magyar katonai egység parancsnoka vegye föl a kapcsolatot a vele szembeálló szovjet parancsnokával, és mondja meg, hogy a magyar hadsereg nem fog lőni, mert meg van tiltva a fegyverhasználat. Kiment a parancs, hogy a legszigorúbb fegyverhasználati tilalom a tisztek felelősségre vonása mellett. Tehát, ha egy kis katona különbségében volt és véletlenül lőtt volna, a tisztet vonnák felelősségre. És hogy a tiszt menjen át a szovjetekhez, és ez közölje a szovjetekkel. Hát az embernek az esze megáll. Hát bolond lett volna az orosz lőni, hogyha lövés nélkül is hagyják magukat lefegyverezni és szétkergetni. És akkor volt még egy parancs, kérlek szépen, ami a helyőrség parancsokhoz szólt. Tudnék, a helyőrség parancsnokok, ugye minden, mondjuk egy város Szegeden, itt volt egy légvédelmi tűzezret, egy műszaki zászlóval, egy gyalogezret, több alakulat volt, de volt egy helyőrség parancsnok, aki minden összefogta ezeket a különböző egységeket. Most kiment a helyőrség parancsnokhoz a parancs, hogy szereljék le a városokba a szovjet ellenes hangulatot. Mert hogyha egyetlen egy benzines paszkot dobnak egy szovjet tankra, akkor szétlődik az egész várost. Tudni, Szolnokon már több ezer benzines palack volt elhelyezve a padlásokon, az ablakokban, hogy az, hogy jönnek a rossz, akkor dobálni fognak. Hát ez ilyen, agyrém. És akkor most jön a legutolsó parancs, ami aljasságában übereli az mind, együttéve mind az előző 8-at. Ez volt az, amikor a 3 legfőbb katonai vezető elment Tökölre. Elmentek. Most azt mondják, ugye azt tanítják ezek a történelemhamisító reformkommunisták, hogy azért mentek el, hogy a kivonulásról tárgyaljanak. Hát ez a hazugság. Mert, mint az előbb elmondtam, ők tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy a szovjetek megszállták az egész országot.
Ők azért mentek oda, hogy ezt közöljék a szovjetekkel, és hogyha majd a forradalmat leverik, akkor velük tárgyaljanak, ugye, mint a hadsereg legfőbb vezetőivel. De a szovjeteknek már nem kellettek ezek a katonák, mert ők már megegyeztek Szolnokon, ugye a Kádár-Münik marosánféle bandával. Tehát ezeket jóbolsági mód szerint letartóztatták. Bevágták az árkába. Hát nem tudom, hogy te voltál-e akár csak egy-két napra is letartóztatva. De hát az tény, és ez minden letartóztatott és börtönviselt ember elmondja, hogy a legborzasztóbb a letartóztatások az első órák. Amikor becsapódik mögötted a vasajtó, és nem tudod, hogy mi lesz. Hát 97. szeptember 10-én összevertek a rendőrök a rendőrségen bilincsbe verve. Hát akkor neked nem kell elmondani. Azért, mert szóltam, hogy mérgező a kár, és ez volt a probléma. Na akkor neked nem kezd elmondani. Tehát ez éppen bevágták ezeket az árkába, és hagyták ott főni a saját zsírjukba, ugye, hogy mi lesz velük, jaj, most mi lesz, letartóztatta, kivégeznek, hazaengednek, börtönbe zárnak, tudnak rólam a családom, én mit tudok a családomról, tehát, és amikor egy pár óráig ottan sültek a saját zsírjukba, akkor kihozták a három katonát. És megkérdezték, most egyre közölték velük, hogy hajnalban megindul a támadás november 4-én, és hajlandók együttműködni velük. Az előbb elmondtam, hogy a Genfi konvenció szerint nem lett volna kötel semmit a rangján és a nevén kívül megmondani, ezzel szemben mind a négy kommunista hajlandóak mutatkozott együttműködni a forradalom leverésében, a Nagy Imre kormány elárulásában. Alá is írták? Hát most mondom, most jönnek a dokumentumok. Kérlek szépen. Magyar Maléter párt felajánlotta, hogy ha beviszik őt a Honvédelmi Minisztériumba, akkor a K-vonalakon, vagy akár rádión, az esetleg még fegyverben lévő csapatokkal kiadja a parancsot, hogy nem szabad a szovjetekkel ellenállni. Ők meg is egyeztek, tényleg kimentek, tökölön gépkocsikba szállt, páncélautókba szálltak, látták, hogy a sok száz vezető ávos ott már puffajkába öltözve, felfegyverekezve várakozik, mert ugye ezek ott gyülekeztek, hogy majd idegen vezetőként vezetik a szovjeteket, mint ahogy egy pár óra múlva megtörtént. Tehát ők nagyon jól tudták, hogy mire megy ki a játék, hogy itt egy kemény, bolsevista terrorom jön vissza, ha leverik a forradalmat. Ennek ellenére elindultak, hogy mennek be a minisztériumba. Csepel, Erzsébet, szerencsére a jutadomnál volt egy tűzérosztály, légvédelmi tűzérosztály, ahova nem jutott el a ütőszeg kiszerelő parancs. És ezek fölvették a harcot, amikor befelé jöttek a szovjetek. Kilőttek egyszerűen tankot, páncélautót. Komoly, voltak egy nemzetőr szakasz is volt ott, komoly tűzharc, mind a két oldalon több tucat halott és sebesült, míg a szovjetek megfordultak, és visszamentek tökörre. Nem tudta bemenni a minisztériumba. Tehát Marit ennek az árulása még kiúsult. Akkor jött ki szépen Kovács István, a vezérkar főnöke. Kovács István vezérőrnagy. Ez kérlek szépen egy zsidó fiú volt, akit munkaszolgálatra vittek ki a háborúba, ott fogságba esett, persze mindjárt jelentkezett az antibolsevista, vagy antifasiszta iskolára, ugye kiképezték partizánnak, nem került sor a bevetésére, de a háború után hazajött és vezető pártfunkcionárus lett. Amikor megtörtént az úgynevezett igazi bolsevista hatalmátvétel 47-ben és 49-ben, a totális hatalmátvétel, akkor őt áthelyezték a honvédséghez, kiküldték Szovjetunióba, és tábornokot csinálta. Ezredes csinálta belőle, a forradalmat lett belőle tábornok. Ilyen kérdés szépen, ez a Kovács Istvánnál keményebb bolsevikot nem tudok elképzelni. Ez a Kovács István kezében egy levelet írt a minisztériumba a Váradi Gyulának, ez a Váradi Gyula volt a Honvédelmi Forradalmi Bizottságnak, Honvédelmi Minisztérium Forradalmi Bizottságának az elnöke. A Váradi, azt talán még ennél a Kovács Istvánnál is keményebb bolsevik volt. Csepeli vasöntőként hívták be, mint öntudatos kommunistát, kiküldték a szó, egyébként halálbíró volt. Amikor a Rajperben ítélték el a katonákat, rendőröket, akkor ez a Váradi Gyula a hadbíró, annak a halálos ítéletet hozó bíróságnak volt a tagja. Tehát egy kőkemény bolsevik. Amikor Szovjetunióban elvégezte a főtiszt iskolát, hazajött, és ő lett a páncélos csapatok parancsnoka. Hogy lehet ebből a Honvédelmi Bizottságnak az elnöke? De hogy lett bíró?
Nem bíró, hát akkor népi ülnök volt. Hát a hadbíróságnak egy, nem tudom, volt egy bíró és 3-4 ülnöke. Tehát hogy lett ebből a forradalmi bizottságnak az elnöke, a jóisten tudja. Ennek írt az egyik kommunista másiknak, hogy kedves Váradi elvtársit, a szovjet elvtársak tájékoztattak, hogy megdöntjük, leverik a Nagy Imre kormányt, és próbáld meg, hogy a minisztériumban óvatosan kapcsoljátok ki azokat, akik esetleg ellenállást akarnának szervezni, hogy minél kevesebb vér folyjon. De ilyen, hogyha ezt a levelet nem olvasom a saját szememmel a hadtörténelmi levéltárba, amit a könyvembe beleírtam szóról szóra, akkor azt mondom, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. A vezérkari főnök. A harmadik katona volt a Szűcs Miklós ezredes, a hadművelet osztálynak a vezetője. Kérlek szépen, Szovjetunióban végezte az iskolát, egyébként Ludovikás tiszt volt, egy jó képzett katona volt, de átállt a bolsik oldalára, Szovjetunióban kiképezték továbbra, ezredesként ő volt a hadművelet osztály vezetője. A forradalomnak az első szakaszába, október 23-tól 27-ig, 28-ig, a szovjetekkel a legnagyobb egyetértésben, a minisztériumban együtt szervezték az ellenforradalmok elleni harcot. Hát ugye perfekt orosz volt, mert ugye ott tanul. Hát jó. Kérlek szépen, ez a Szűcs Miklós később leírta a könyv, megvan a könyve, kár, hogy nem hoztam el, de majd alkalmatán majd megmutatom. Leírta Szűcs Miklós azt, hogy amikor táncautókba ültették, és be akartak a minisztériumba, akkor hogy lőtték le, hogy hatott meg egy szovjet ezredes, hogy sebesült meg. Tehát leírja pontosan azt, amiket én most elmondtam neked. Tehát ő maga bolsi írja le. Tehát egy ilyen levelet küldött. Tehát mind a három katona aljas módon elárulta a forradalmat és a saját kormányát. Minden hadbíróság azonnali golyó általi halálra ítélte volna ezeket, vagy kötő általi halálra. Nincs olyan hadbíróság, ami ne ezt tette volna. Ezzel szemben most kérlek szépen, ezek vannak piedesztálon, ezeknek emelnek emléktáblát, szobrot, ezeket kell hajbókolni, ezeket koszorúzza a mostani kormány és a honvédelmi vezetés. De és az 56-os szervezetek tudják na, ezeket? Na hát most akkor mindjárt erre is akkor rátérek. Na, tehát gyakorlatilag ez az, amit én kérlek szépen két könyvemben leírtam. Egyik az, hogy ami a történelmi könyvekből kimaradt, a forradalom igaz története. A másik könyvem készében a reformkommunizmus fekete könyve, erre fogok most rátérni, és ez részben választhat majd arra, amit most kérdeztél. Kérdezében ezelőtt 11 éve megjelent Párizsba a kommunizmus fekete könyve. Egy komoly, közel 1000 oldalas, vaskos könyv, amit emigráns oroszok, Szovjetunóban élt orosz történészek, amerikai, francia, lengyel történészek írtak. Kommunizmus fekete, ami leírja azt, hogy a kommunizmusnak az elmúlt évtizedekben közel 100 millió áldozata volt, és ezt részletesen kifejti. Sajnos a magyar ebből a közel 1000 oldalból alig egy pár oldal, 10-15 oldal, ami a magyar dolgokkal foglalkozik. Ezért ennek analógiáján én elindultam, és megintam a reformkommunizmus fekete könyvét, amely főleg a magyarországi kommunistáknak, és magukat reformernek mondó kommunistáknak az árulásával foglalkozik. Most ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam neked azt, hogy az úgynevezett rendszerváltás után ezeknek az úgynevezett reformkommunistáknak nagy ázsiója volt. Tudnélik, élt még a Vásárhely Miklós, aki Nagy Imre pernek egyik tanúja volt, egyébként aljas módon elárult a Nagy Imrét a tárgyaláson, ezért nem is hozták nyilvánosságra, ezért talán még most is titkos a Nagy Imre pernek minden mozzanata. Tehát ez még élt, ez a Vásárhely Miklós, nem véletlenül, hogy csak idézőjelben 5 évet kapott, de most kinyílt a szeme, és amíg élő és néhány évet vagy hónapot börtönbe töltött reformkommunisták, elkezdtek szervezkedni. A Soros küldte a pénzt a számukra, létrehozták a Történelmi Igazságtétel Bizottságot, ami csak a reformkommunistáknak akart igazságot szolgáltatni, forradalmárokról abszolút nem volt szó. A Pongrász Gergelyt úgy utálták, egy kanálvízbe megfojtották volna. Tehát ezzel ki volt a vele. Na most ugye abban az időben igyekeztek minden
párt, minden komolyabb politikai szerveződés volt 56-osokat maguk köré gyűjteni, akikre hivatkozni lehetett. Most ugye hát a hangadók azok a reformkommunisták voltak, akiket nagy sietve rehabilitáltak, pozícióba helyeztek, és sajnos a forradalmárok között is volt nagyon sok olyan egyszerű ember, becsületes egyszerű ember, de akik úgy gondolták, hogy mostan ők nem tudom én, komolyabb beosztásba kerülnek, egy kis pénzhez jutnak, felszabadulnak, rehabilitálva lesznek, tehát meg lehetett őket agitálni, hogy hát álljanak reformkommunisták mellé. És aki ennek kapcsán némi pozíció is jutott, az valóban beállt Dobberőnknek a reformkommunisták mellé. Így aztán nagyon sok forradalmi szervezet alakult. Volt ugye a TIP, a Történelmi Igazságtétel Bizottság, a Politikai Fők Szövetsége, az 56-os Szövetség, a Vidéki 56-os Szövetség, a Recski Szövetség, a PEC, ugye a Politikai Életvétel Közössége, tehát rengeteg ilyen forradalmi szervezet volt. Hogy ezek ne legyenek túlságosan szétszórva, összevonták őket a Nádor utca 36, ez egy szép épület a parlament közelébe, ahol minden emeletet megkaptak, ugye a PEC, a TIB, a RECSK, a POFOSZ, a 56, mindegyik kapott egy emeletet, ugye? És ezek az emberek, ezeket összevonták, és az állam finanszírozta, a kommunista állam is, ugye? És a vezetőjük volt a Poskai? Nem. Mert mindjárt eszembe a neve. A miniszter, Antal halál után ölt a miniszterelnök. Segítsél már, neveket. Német. De, hogy is. Péve. Ma mindjárt mondom a nevét, mert ez beugrik. Tehát szépen megbízták őt, hogy ő legyen ennek a kuratóriumnak az elnöke, és kapott 100 millió forintot, amit szétosztott ezek között a szervezetek között. Ugye, mert ugye ezekben aztán jutott a koszorúzásokra, segélyekre, jutalmakra, kiadási költségekre, hogyha valamilyen fogadás volt, vagy szervezni egy vendégséget a forradalmároknak, hát akkor ebből a pénzből fedezték. És ne haragudj, az nevet meg kell, hogy nézzem. Persze. Pedig annyira utálom. Én is tudhatnám, te tudod, én lehetőleg kerültem a politikát ilyen szempontból. Pont ezért, mert olyan ellentmondásokat vettem észre, tudod, a különböző előadásokban, hogy mondanak. Amíg nem kell megmondani, hogy pontosan kilőtt a tetőről, addig inkább nem foglalkozom, mert nem akartam csapdába ezt. Azt mondja, a fő tanácsadó, rossz tanácsadó. Volt Horn Gyula is volt. Boros Péter. Ja, Boros. Hát ő még mindig fényes. Persze. Kérdezik be, ennek a... Ja, ennek... és kicsen fűtés a magyarok magyar házába. Igen. Ami után ugye nem ő lett a Magyarok Világszövetség elnöke. Igen. És ott fagyoskodtunk, téli kabátba tartotta a megelőadásom. Arra sincs pénzük, sőt a patrubágy is index szobába. Na hát akkor tud, nem kell neked mondani. Tehát ez a Boros Péter ennek a kultúrának a vezetője, aki most már 200 millió dollárt oszt szét ezeknek a úgynevezett forradalmi szervezeteknek, akik most már csak annyian vannak, ahányan kapnak egy kis jutalmat, egy kis segélyt. Mert ha elmegy kórházba, jó, hogy a feleség, akkor mindjárt kap egy pár ezer forintot, és ez nekik nagyon jól jön. Pongrácz Gergelynek fölajánlottak ezben a Horn Gyula és a Meggyes is, hogy kérjen pénzt, mert a Pongrácz, amikor hazajött, létrehozta az 56-os Magyarok Világszövetségét. 56-os, mert Los Angeles-ben hozták végre, hozták létre a Lassan Gyurival együtt, mert látták azt, hogy az itthoni szervezetek hát eléggé langyoskásak és megvásárolhatóak. Most ez a szervezet, ez kapott egy székházat kezdetben, a volt szovjet parancsnokság székházát Mátyásföldön, egy szép laktanya. Ott a hév megálló. Igen. És a Pongrácz Gergely. Igen, akkor tudod. És kérdezik szépen, a Pongrácz Gergely nem kért állami támogatást, mert tudta, hogy ennek ára van. Ő volt egy nagyon, akkor még az emigrációban élt nagyon sok olyan forradalmár, és akkor még 20 évvel ezelőtt még ütőképes emberek voltak. Egy 60-70 éves ember az még ütőképes ember, de egy 80-90 éves ember az már örül, hogy egyáltalán luk van a fenekén, bocsáss meg. Hogy te még mindig ütőképes. Igen, hát dehogy is vagyok. Hát dehogy nem.
volt. No, szóval a lényeg az kérdezi, hogy most itt van a Nádor utcában, itt vannak ezek a forradalmi szervezetek, és úgy mondom, hogy Nádor utcai forradalmárok, akik között nagyon sok becsületes, rendes gyerek van, de a hangadók azok, akik a borostól meghallják a pénzüket, és itt hát tudom, hogy Pungrácz Gergelyt, mikor kiutálták Mátyásföldről, sírva mondta, hogy Robikám, hazamegyek Amerikába, nem kell, én vittem ki a Sveháti repülőtérre, a unokahúgával együtt. Kérdében sírva busúzkodtunk, és nem akart hazajönni, mert annyira kiutálták. Szerencsére hazajött, és akkor hozta létre az ő múzeumát, és az ifjúsági kápolnáját, és ifjúsági házát, ott lent Kiskunmajsán. Könyörögtem neki, hogy Gergely, és könyörögtünk neki, hogy Gergely, nem mellett, itt fogunk kell, hát képzelj, hogy mennyi üres laktanya volt, munkás ő laktanya, miből állt volna egyet odaadni ennek az 56-os múzeumnak? Hát azt kellett volna, hogy a pesti srácok iskolákat vihessék oda, nem lemenne az Isten háta mögé Kiskunmajsára a tanyavilágba. Egyébként most síralmas állapotok vannak, ha most lemennél oda, sírva fakadnál. Na, de ez más téma. 97-ben meg összeverték. Igen. Persze, megbilincselték. Megvan bilincselt fényképpel, bilincselt összemart keze a Gergelynek. Igen. Na, hát szóval... Úgyhogy, tehát így ennyit az 56-os szervezetekről. Tehát akiket az állam finanszíroz, az állam tart fönn, azok nem forradalmi szervezetek. Azok legitimálja magát ez a posztkommunista, liberális, kozmopolita, nem is tudom, milyen jelzőket használja a jelenlegi kormány. Hát hazaáruló. Igen. Úgyhogy az igazi forradalmárok, azok, ha még élnek, azok magukba gubbasztva, magukba roskadva, hozzám hasonlóan élik az életüket, esetleg, ha van lehetőségük, akkor ilyen tévékben, mint ez a Hun TV, és amit meg még egyszer nagyon köszönök, hogy elmondhattam neked és a tévévezetőinek azt, te ismertél engem, és te hívtál meg. Én ülök, és tátom a szám, mert ezek nem tudtam ezeket. Tehát ezeket... Értem, és nem tudtam, és kíváncsi vagyok az 56-os szervezetekben, mondott vannak rendesebbek, hogy tudják ezeket, mert szerintem esetleg nem tudják. Biztos tudják, hogy nem akarják tudni. Szóval kéne nekik, hogy a Hun TV-be kell. Igen. Nézd, kérlek szépen, én azt is elmondom, hogy van nekem egy nagyon nagy és megbocsátatlan bűnöm. Amikor november 3-áig szerveztem az ellenállás Budakeszin, és amikor beláttam azt, hogy most már tényleg teljesen reménytelen, mert a Korvin közt is elfogadták, és a legforradalmi központokat is felszámolták, és nincs tovább, és telefonon érdeklődtem a rokonaimtól és a barátaimtól Pesten, hogy mert Budakeszi nem lehetett hallani a fegyverdörgéseket, és mondták, hogy tele van a város orosz tankokkal, és mindenkire lőnek, akkor én is beláttam, hogy nem civil ruhába öltöztem, egyik barátom ott lakott, a Szentev Gyuszi, akivel egy padban ültem 5 évig a tanítóképzőbe, ő adott civil ruhát, és így jöttem haza. Itthon lapítottam, kérlek szépen, november 19-ig, mert nem tudtam, hogy mi lesz. November 19-én jött egy miniszteri parancs, hogy azok a katonák, akik elszakadtak a csapattestüktől, vagy a beosztási helyüktől, azok jelentkeznek. Akkor már ugyan nem voltak harcok, és úgy nézett ki, hogy rendben a hely, az igazi pufajkások, akik tökölön gyülekeztek, volt ávósok, ugye, ez egy külön téma lenne, amire most nincs idő, ezek akik miután leverték a forradalmat, nekiálltak összeszedni a volt forradalmárokat. Ugye szomszédok, spiszli, besugrák, fényképpen fölismerték újságba, elkezdték. Közben a közbiztonság meglazult. Ugye mindenhol vannak zavarosba halászó emberek, sok közbüntetés is szabadult a börtönökből sajnos a forradalom napjaiba, és megindultak a fosztogatások. Ugye üzletekben, a sorbaállásoknál zűrzavarok voltak. Na, lényeg az, hogy valami rendfenntartó társaság kellett volna, de hát a rendőrség szétzűrve, honvédség szétzűrve, és akkor jött a miniszteri parancs november 19-én, hogy akik szakadtak a csapatestőkön, jelentkezzenek. Hát én akkor a tatabányai tisztviselőt tanítottam, október 23-án jöttem föl, és hitregettem, és november 19-én szépen fogtam magam, fölöltöztem katonaruhába, és lementem Tatabányára, hogy ott jelentkezek.
Hát kérlek szépen a tisztiskola épületébe egy szovjet egység volt beszállásolva, a szovjet katona állt a őrséget a kapuba, be se lehetett menni, és nem is nagyon akartam bemenni természetesen, és fölültem a következő vonatra, és hazajöttem, és bementem a minisztériumba, hogy most a mi legyen velem. Hát ugye a 10 szolgált helye megszűnt, hova menjek. És akkor ott valami ügyeltes volt, vagy valakik, akik ott voltak bent, nem tudom pont, mondták, hogy a minisztériumnak a tisztje is mind a sportiszt iskolán vannak, és ott alakult egy ilyen forradalmi ezred, ami őrségeket fog adni ezeken a helyeken, ahhoz szükséges, és ott menjek oda, és jelentkezzek valamilyen ezredesnél. Tényleg oda, örömmel mentem oda, mert a sportiszt iskola az pont szemben volt a szüleim lakásával. Ugye az ablakból beláttam a tisztiskolának a termeibe. Oda mentem, hát több ismerős tiszt volt, üdvözöltek, szervusz Robikám, ó, gyere, nagyon örültek. A szobában Szabad Európa szólt, a Szabad Európa rádió, ugye, hogy üzenjük, Szabadföldre érkeztünk, stb. Az újságban ugye a Szabad Nép, ha nem volt alatta, hogy a világ proletária egyesüljetek, voltak olyan katonák, akik már a 50 előtt is katonák voltak, amikor még a régi Kossuth címeres gombok voltak a katonaruhán, elővették a régi gombokat, aszfalták a ruhájukra, bocskai sapkát kaptunk, hát úgy nézett ki, hogy itt tényleg hát egy nagyon lényeges különbség lesz, ami megkülönbözett minket az előző rákosista hadseregtől. És akkor mondták, hogy hát igen, de itt a tiszti nyilatkozat, ezt alá kell írni, mert aki nem írja alá, azonnal leszerelik. Elolvastam a tiszti nyilatkozatot, hát ugye az eleje az elég normálisan hangzott, de a vége az nem tetszett, mert az volt, hogy jó, hogy elismerem azt, hogy a ellenforradalom fölkerekedett ugye a forradalom végén, és szükséges volt a szovjet csapatoknak a behívása, és hát egyetértek a munkás paraszt Kádár-féle kormánya, valami ilyesmi volt a szöveg. Hát mondtam, gyerekek, hát ez nem így van. Robikám, nem számít, hát mi is aláírtuk, hát papír, minden. Hát én arra gondoltam, hogy hát hogyha mindenki aláírt, hát akkor én is aláírtam, hát alá is írtam, kérlek szépen a papírt, és ja. Így lettem kérlek szépen karhatalmista. Ez pár nap múlva kérlek szépen a mi századunkat kihelyezték Újpestre, és ebből egy szakasz elküldtek a Rákos rendezői pályaudvarra, Rákos palotai pályaudvarra, hogy vagonokat őrizzünk. Tudnék, nagyon sok olyan vagon volt, ami exportárút hozott, vagy importárút hozott, meg egy csomó szottyolás vagon volt, hogy ne engedjük azt, hogy fosztogatás legyen, ugye? Ha valaki gyerekek mentek szottyoláért zsebükbe, hát vigyék, de valaki kocsival jött zsákokkal, hát azt mondtuk, hogy ne vigyél. A őrpárom egy Fuchs Aladár nevű, Fuchs Otto nevű híradó hadnagy volt. Nagyon jó, összejöttünk, összemellegettünk, első napi bizalmatlanság után így megismertük egymást, kiderült, hogy az öccse, a Fuchs Aladár részt vett a forradalomban, 15 évet kapott. Később a Pofoszba találkoztunk a rendszerváltás után az Aladárra. Tehát ilyen volt az Ottónak is a hozzáállás a dolgokhoz. Nagyon jól éreztük egymást. Ketten mindig ott járkáltunk a vagonok körül. Vagy 10 nap telt el, egyszer megáll egy pobeda, mondjuk, hogy Szalai százados, jön be az ezredparancsnokságra. Hát bementem az ezredparancsnokságra, jó, üljek le, mondjam meg, hogy mit kerestem én október 30-án a Korvin közbe. Akkor miért tudtam, hogy miről van szó. Tudnélik, az történt, hogy október 30-án, akkor ugye már kimondta a Nagy Imre, hogy győzött a forradalom, és akkor a Zrínyi Akadémiára kivezényeltek egy katonákat, hogy majd a felkelők leteszik a fegyvert a Magyar Honvédségnek, és majd ugye megalakul az egységes nemzetőrség. Ja, hát engem is kivezényeltek ottan 10 katonával, és hát ott összehaverkodtam, ez egy hosszú mese, nem akarom elmondani, hogy kerültem a Práterusz iskolába, annak a parancsnokával, hogy mutatták meg nekem a tanteremben a fogoly ávosokat, a fogoly ruszkikat, ez egy külön regény lenne, egy jókai kéne hozzá, vagy egy düma, aki ezeket szépen leírja. Na, lényeg az, hogy 30-án is ott a körúton rengeteg kifüstölt orosz tank, hullahegyek, tömkelege, romok mindenhol,
És a Baros utcánál egy kötél kordonnal le volt zárva a körút, hogy oda ne jöjjenek be a civilek, mert csomó fel nem robbant lőszer volt, és mondták, hogy jönnek a tűzszerészek, és azok majd ezeket a fel nem robbant lövedékeket eltakarítják. Ott a kordonon kívül nagy tömeg, zászlólobogás, himnusz éneklés, és a kötélen belül pedig a korvinisták tartották ugye fönt a rendet, hogy ne jöjjenek be. És ott katona ruhában, ott jöttem, mentem, ott szédelektem, és jön egy fiú, és mondja, hogy százados bajtárs, szeretnék fotózni, de ezek a felkelő fegyveres srácok nem engednek, hogy nem le. Jó, mondom, bajtárs, gyere velem, de csak akkor, hogyha mindegyikből én is kapok egy kópiát. Rendben van. És akkor én mondtam, gyere, vedd le ezt a tankot innen, azt a hullát innen, de onnan, hogy lássák, hogy ezredesi vállapja van. Tehát van. Egyszer csak a kordon kötél mögött valaki kiabál, hogy Robi, Robi! Utána nézek, hát egy hattápos főhadnagy, egy banja szemű főhadnagy, nevére nem emlékszem, banja szemű főhadnagy, hattápos, a minisztériumból ismertem, ott mi van? Azért az, hogy eddig ben volt ott dekolt a minisztériumban, és most, hogy ugye rend van 30-án, hazamenne a naputcában, akik, de a felkelők nem akarják beengedni. Ezek a felkelők most engem a három napra, két napra ismertek, hogy látásból tud, mert nem sok fegyveres, géppisztolyos, kézigrátos katonatiszt mászkált közöttük. Mondtam, fiúk, ismerem, ez jó haver, igen, jó, be, gyere be. Hazakérdezik, mondja, mit keresette? Hát ugye mondtam, hogy nem, lényeg a dolog, hogy ez a főhadnagy is jött jelentkezni az őrzász ezredbe, és mikor megláttad, most még első dolga volt, hogy engem följelentett. Na hát képzeld, szépen elmondtam maga mondókáját, kimosakodtam nagyon ügyesen, érted? Hát jó, mondták, hogy jó, hát akkor menjek vissza, és továbbra is őrködjek a vagonoknál. Ha, elmentem, továbbra is őrködtem a vagonoknál, egy hét múlva megáll a Pobeda, Szalai százados, igen, be az ezredparancsnokságra, felülvizsgáló bizottság, adjam le a pisztolyomat, le vagyok tartóztatva, papír, ceruza, üljek le az asztalhoz, mellém egy tiszt, és írjam le október 23-ától a mai napig, az a napig, óráról-órá, hogy merre jártam, mit csináltam. Hát, bajban voltam, ugye, most honnan fúj a szél, mi az, amit ne... És akkor képzelő az a srác, aki arra vigyázott mellettem, ugye, hogy nehogy öngyilkos legyek, vagy nehogy megszökje, vagy nem is tudom, mire vigyázz, oda súgta nekem, hogy Budakesziről jelentettek föl. Tudnék, én november 4-től 8-áig Budakeszin szerveztem a nemzetőrséget. És amikor a tanácsházán rendeztem be a parancsnokságomat, és hát ott voltak felkelő katonák, és hoztak a laktanyából géppuskát, hát szóval nagyon jól megszerveztem, a városnak a három bejáratán a három járőröm volt telepítve, azoknak a rendszeres cseréjét, a fák mellett, a házak mellett benzines paszkokat. Gondoltuk, hogy ezt az utat eltorlaszoljuk, egy-két tankat kifüstölünk, akkor a többiek nem tudnak jönni. Tehát én szépen november 4-ére, 5-ére virradó éjjel, a déli rakétapisztolyokkal megbeszéltem azt, hogy az oroszok jönnek, piros rakétát lőjenek föl, de ne vegyék föl a harcot, hanem jöjjenek ide be a tanácsházára. Hogyha ha más problémük van, akkor fehér rakétát lőjenek föl, és akkor én megyek ki. Én szépen bejön a kapuőr, és jelenti, hogy az, hogy a százados bajtás fölülték a déli bejáratnál a fehér rakétát. Hű, mondom, fiúk, riadom, mert közben szalmát hozattam, egyik szobát berendeztem, ott aludt, vagy nem tudom én, 10-15 felkel, akik, az váltás volt. Riadó föl, én is húzom a csizmámat, minden, de mire elindultunk volna, bejön a déli járőröm, és hoz 5 magyar katonatisztet. Közt az egyik sebesült volt. Elmondták, hogy ők a budaörsi laktanyában voltak esztergomi páncélosok fölvezényelve, 4-én hajnalban az oroszok minden felszítás nélkül elkezdték őket harckocsiból lőni, ők annyi idejük volt csak, hogy elbújjanak pincékbe, a tank alá ide-oda lapítottak, és mikor beállt az este, akkor most elindultak gyalog, közben egyik megsebesült a lábán, elindultak, hogy mennek haza gyalog Esztergom táborba. Így értek ott Budakeszire. Hát mondom, fiúk, közben a tanácsnak a dolgozói főztek teját, megkínáltam őket tejával, minden, mondom, ide. Majd maradjatok itt, örültem, hogy legalább most jött még 5 katonatiszt, akik most segítenek rendet csinálni, ugye? Mert volt, nem tudom, az a 30-40 nemzetőröm, vegyes társaság, azokkal jó lett volna, hogyha egy pár katona, aki segít.
Nem ők, csak haza, csak haza. Mondom, fiúk, ne menjetek gyalog, itt vannak gépkocsik, én szerzek egy olyan embert, aki ismeri itt a járást, mondták, hogy a, nem tudom, a Feri bácsi, az erdész, és a, menjetek hozzátok be, jött egy óra múlva Feri bácsi, mondom, hogy ide figyeljen, ezeket el kéne vinni Esztergom táborba, de mellékutakon, mert a főutakon biztos szovjet csapatok mozognak, hogy jó, kérlek szépen, tényleg szalmát a kocsira, föl a öt katona el is ment. Mondom legalább, aki sebesült, mondom, azt vigyük be a feleségem itt a kórházba, a főnővér, a sebészete, hát a golyót vegyük ki a lába. Nem, csak haza, mint a megszállottak. Jó, gondolom, ugye hajnalban visszajön az ember, mondja, hogy elvitte a katonákat, letette otthon Esztergom táborba. Kérlek szépen, ez öt katona közül meglátott engem egy, aki, és egyből följelent. Hát most már nem tudtam kimosni magam, kérek szépen, akkor ott bent tartottak az egyik szobából, nem volt zárka, de egyik szobából egy ágyat betettek, nem mehettem el, és onnan vittek engem, ugye leírtak alapján, hogy hol jártam, vittek oda szembesíteni, kihallgatni, ugye. Aztán kérek szépen, akkor, hogy ez röviden zárjam az én karhatalom és múltamat, az történt, hogy két hónapi vizsgálat és vizsgálatás után engem kirúgtak a hadseregből, mint megbízhatatlan az ellenforradalmak együttműködő tisztet, és most, akik ártani akarnak nekem, azok ennek alapján engem kineveztek puffajkásnak. Azt, hogy engem letartóztattak, hogy börtönben voltam, hogy rehabilitálták, hogy az összes bűnömet eltüntették, újra visszavettek a hadseregbe, előléptettek, ez nem számít, hanem az, hogy én két hétig karhatalmista voltam, ezért engem ezek a forradalmi szervezetek a Nádor utcában kikiáltottak ellenforradalmának, és elképzelhetetlen módon engedd meg kérek szépen azt, hogy én milyen bűnös vagyok, felolvasom, mert amikor ez a könyvem megjelent, az, ami a történelmi könyvből kimaradt, akkor olyan támadás indult meg ellenem, amit talán el sem tudsz képzelni. Kérek szépen, a tévébe, a rádióban és minden újságban megjelentek a cikkek, amelyek most birtokomban vannak, mert félretettem az újságokat. A rádiót nem tudtam, akkor nem volt magnum, hogy lehallgassam, de az újságok megvannak, ahol ezek a jelzők, amelyeket én most felolvasok, ezek mind visszaolvasható. Azt mondja, ezért a liberális kozmopoliták kezén lévő sajtóban, rádióban, az interneteken, heteken át folyamatosan szidalmaztak, rágalmaztak, gyaláztak, és tehetetlen dühükben és gyűlöletükben a lejárató jelzők olyan tömegét mutatták fel, ami még egy nyelvésznek is dicsőségére válik. Ime a jelző tömeg. Szélső jobboldali, eszellős demagóg, igazságtalan, kirekesztő, vádaskodó, rágalmazó, ostoba, bűnös, elszánt gyűlölködő, hazug, hamisító, sztálinista, dezinformátor, puffajkás, közbüntényes, denunciáló, semmi köze 56-hoz, kommunista, csaló, szélhámos, szálasítésítő, nyilasmentő, fasiszta, provokátor, szélsőséges, uszító, pitjáner hazudozó. Ez mind én vagyok. Ez mind én vagyok. Több helyről származnak, vagy? Tőle, minden. Összeszedtem. Irodalmi újság, heti világgazdaság, napilapok, napilapok, heti lapok. Tehát szépen... A nagy kaland. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amíg a liberális emberhiénák, emberparaditák, nyálazó dühe, tajtékzó dühe és rágalma özönlik felém, egyre jobban érzem, hogy helyes úton járok. A 30-as években volt egy politikus, aki azt mondta, azon a napon, amikor nem színnak ellenségeim, szomorú vagyok, mert úgy érzem, hogy rossz munkát végeztem. Vagy lazsáltam. Igen. Hát nem akarom elmondani, hogy ki ez a politikus, majd a műsoron kívül elmondom. Vagy a ezt a gondolatot... Tessék? Nevek is vannak? Hát a nevek benne van. Ez nincs, hogy ez aki a 30-as években azt mondta, hogy ő akkor boldog, hogyha az ellenségei szidalmazzák. Ezt a gondolatot én is magamévá tettem, és fontosítottam rendületlenül 56 történelmének az igazságos föltárását. Hát ez itt a lényeg. Hát ezt szeretem volna, és köszönöm, hogy meghallgattad, kérlek szépen. És én úgy látom, hát azért jegyben ezt most hallottam először, hogy borzasztó az, hogy az embereket rákényszerítik döntésekre úgy, hogy nincsenek a pontos és valós és az összes információnak a birtokában, mert veled is ezt történik. Így van. És ugye tudatos félrevezetések,
tudatos hamis hírek, tudatos elhallgatások, ahogy ugye mondod, hogy 5 igaz. Igen. És akkor mit lehetett abból kihozni? És tulajdonképpen én úgy látom, hogy te is egy borzasztó sok sérelmet ugye elviselni kénytelen áldozata vagy ennek, de nem adtad föl, és én azt mondom, hogy nem kell feladni. A másért nem azért is, hogy bosszantsuk őket. Igen. Nézd, az biztos, az igazságot állandóan hirdetni kell, mert szintén egy mondás, hogy az igazság, ha elhallgatják, ha meghamisítják, hogyha az hirdetét üldözik, akkor is igazság marad. Ugye? És ugye az igazat az kétféleképpen lehet tölkelteni, hogy elveszek belőle, vagy hozzáteszek. Igen. Így van. Úgy, tehát ez mit az egész igazságot elmondják, akkor is hozzá lehet tenni olyanokat, amik fordítva láthatják. Tehát a Hérodotosz mondta, hogy a fél igazság nem igazság, a fél igazság nem. Igen. Egyébként Russo azt mondta, ami a könyvem, hogy a történelemhamisítás jobban akadályozza az emberi fejlődést, mint bármi más. Ez pedig Russo mondta. Tehát lényegében én célút tűztem ki, amiben szerencsére az emigrációban élő barátaim segítettek, mert az ő segítségük lett a két könyv kiadva, hogy mindenképpen a történelem hamisítók ellen veszem föl a küzdelmet a toll fegyverével. Ez itt a lényeg. És nem csak a toll, hanem most a ti jó voltál, a tévé jó voltából. Egyértelműen a tévé jó voltából. És nekem csak ugye van egy ilyen feladatom, hogy azokat az embereket, akik nem tudják elmondani, de tudják az igazat, hogy megszólaltassam, mert ugye ti vagytok sorsunk alakítói, mert te is az voltál 56-ban. És ez a műsornak is a cím, úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.